12, versetele 2 și 3. Igen. Bármilyen élethelyzetben léptes vér, Isten az Úr tud rólad. A beteg ágyról is megszólíthatod, ha a beteg mellett úgy vagy, mint gondozó, akkor is fölsóhajtasz, de a te szükségedben, a te lelki szükségedben, a te fizikai, anyagi szükségedben is teheted ezt, és egy csodálatos ígéretet nyer a proféta. Bízik az Úrban, nem fél, mert erőségem az Úr, és nem csak ennyi, hanem éneket, új éneket olvasunk másik helyütt az igében, új éneket adok a te szádban, a báránynak a dicséretét. És a harmadik ige vers, miután ez megtörténik, hogy bízik az Úrban, nem fél, erőssége az Úr, éneket ad a szájába, örömmel merített vizet a szabadító út fejéből. Testvéreim, ez egy magasztosabb lelki állapotra szintre utal, amikor a nyomorúságok, a nehézségek között tudsz közeledni az Úrhoz, nem akárhogy, nem félszíven, nem lehorgasztott fővel, fejjel, hanem örömmel. Minden időben állandó jelenben van az ige, örömmel meritek kiből a szabadító út fejéből. Testvérem, az Úr tudja, látja, milyen lelki állapotban vagy most itt, szeret téged, hív téged. Ha vigasztalásra van szükséged, az Úr a te vigasztalod. Ha egy jó tanácsra, legjobb tanácsod. Ha leszeretnéd, hogy a könnyeidet törölje szemedről, orcádról, letörle a könnyeket. Hisz az Úr, ami szabadító. Legyünk hálásak azért, közeledjünk most az Úrhoz imádságban, úgy, ahogy a lélek adja, boruljuk le az ő szent színe előtt, és imádkozzunk.